Az ukrán biztonsági szolgálat büntető eljárást indított a szerdán Oroszországban lezuhant IL-76-os orosz katonai repülőgép katasztrófájának felderítésére, közölte az SBU sajtószolgálata csütörtökön az ukrán médiának kiadott nyilatkozatában. A közlemény szerint a vizsgálatot az ukrán büntető törvénykönyvnek a háborús törvények és szokások megsértésére vonatkozó vádpontja alapján indították. A biztonsági szolgálat most egy sor intézkedést foganatosít a repülőgép szerencsétlenség összes körülményének tisztázása érdekében. Az IL-76-os gép az oroszországi Belgorod térségében zuhant le, az orosz védelmi minisztérium szerint fedélzetén 65 ukrán hadifogollyal, 6 fős személyzettel és 3 fogoly kísérővel. Andrei Jusov, az ukrán hírszerzés szóvivője az Ukrán Szabadság Rádiónak elmondta, a hírszerzés értesülései szerint orosz tisztségviselőknek kellett volna tartózkodniuk a katonai szállítógépen, az orosz szövetségi biztonsági szolgálat azonban az utolsó pillanatban megtiltotta nekik, hogy felszálljanak rá. A gép lezuhanása után mindössze 5 holttestet szállítottak a helyi hullaházba. Elmondása szerint az ukrán hírszerzés a gép katasztrófája után szerzett tudomást erről. Jusov hozzátette, hogy az orosz mentési szakembereknek nem engedték át vizsgálni a baleset helyszínét. Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa egy tévéműsorban úgy szintén kijelentette, Ukrajna egyelőre nem látta jelét annak, hogy a Belgorodnál lezuhant IL-76-os katonai repülőgépen nagyszámú hadifogoly tartózkodott volna, mint azt az orosz védelmi minisztérium és Oroszország más képviselői állították. Lubinec kijelentette, Ukrajna nem tudja megjósolni, hogy Oroszország beleegyezik-e a hadifoglyok cseréjébe a szerencsétlenség után, de mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is hazatérhessenek Oroszországból az ott fogva tartott ukrán állampolgárok. Дуже важливо зберігати впевненість у відносинах з нашими партнерами, зокрема в Європейському Союзі. Oroszországnak éreznie kell, hogy Európa harcol területeinek egységéért és biztonságáért, jelentette ki csütörtök esti videóüzenetében Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök kiemelte, fontos, hogy megmaradjon a bizalom Kijev és a nyugati szövetségesei között. Zelenszky háláját fejezte ki az eddigi katonai, pénzügyi és politikai támogatásért. Az elnök megjegyezte, hogy az ukrajnai szociális rendszer teljes egészében a nyugati támogatásoknak köszönhetően tud működni, amiért a lakosságnak hálásnak kell lennie és elismernie a szövetségesek erőfeszítéseit. Ukrajna és szövetségeseinek bruttó hazai gazdasági terméke 21-szer nagyobb, mint Oroszországé és barátaié, jelentette ki Dmitro Kuleba egy interjúban. Az ukrán külügyminiszter kiemelte, ennek megfelelően a világnak elegendő erőforrása van Ukrajna győzelemhez segítésére. Dmitro Kuleba szerint a partnerek fő kategóriája azokból az országokból áll, amelyek katonailag támogatják Kijevet. A külügyminiszter kiemelte, Ukrajna nem tagja a G7-eknek, de a G7 mégis sokkal egységesebben segíti Ukrajnát érdekei védelmében, mint a BRICS tagországok az alapítók közé tartozó Oroszországot. Dmitro Kuleba szerint Ukrajna győzelme azoknak az országoknak a stratégiai érdeke, amelyek hisznek a világrendben és tudják, hogy a győzelem olcsóbb lesz, mint a vereség következményei. Az Európai Unió hivatalosan is megkezdte az ukrán jogszabályok átvilágítását. Volodymyr Zelenszky üdvözölte a folyamatot, az ukrán elnök kiemelte, folytatódik Ukrajna EU-hoz való csatlakozásának alapos előkészítése. Volodymyr Zelenszky szerint ez a folyamat az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel kötött megállapodás eredménye. Az államfő kiemelte, hatalmas munka áll Kijev előtt, fontos feladat az ukrán jogszabályok uniós normákhoz való igazítása. Ukrajna legfontosabb külpolitikai célja az Európai Unióhoz való csatlakozás, illetve a teljes jogú NATO-tagság elérése.
Sürgős intézkedésekre és nemzetközi együttműködésre van szükség az Ukrajnából és az idéglenesen megszállt ukrán területekről erőszakkal Oroszországba hurcolt ukrán gyerekek felkutatásának és hazaszállításának ügyében, közölte a strasbourgi székhelyű 46 tagországot számláló Európa Tanács parlamenti közgyűlése. A testület egyhetes téli ülésszakán elfogadott állásfoglalásban a képviselők azt írták, hogy az ukrajnai háború kezdete óta legalább 20 000 erőszakkal deportált gyermekről szereztek tudomást, akik közül ezidáig mindössze 400 tért haza. Arra kérték az Európa Tanács tagországainak nemzeti parlamentjeit, hogy hassanak Moszkvára, állítson össze listát az összes illegálisan elhurcolt ukrán gyermekről és tartózkodási helyükről. A közgyűlés felszólította azokat a nemzetközi szervezeteket, amelyek bejutnak Oroszországba, Fehér Oroszországba és Ukrajna megszállt területeire, hogy segítsék az erőszakkal elhurcolt ukrán gyermekek azonosítását, tartózkodási helyük meghatározását és hazaszállítását. Ukrajna 2024 második felében 4 új atomreaktor építését tervezi, amivel az Oroszország elleni háború miatt kieső energiakapacitást igyekszik pótolni, jelentette be Herman Haluschenko energetikai miniszter. A jelentés szerint a reaktor és a blokkok közül 2 orosz gyártmányú berendezésekre épül majd, amelyeket Ukrajna Bulgáriából akar importálni, míg a másik 2 a Westinghouse erőműgyártó nyugati technológiáját használja majd. Mind a 4 reaktort a nyugat-ukrajnai Melnyickij atomerőműben építik fel. A Melnyickij atomerőmű 3. és 4. reaktorának építése még az 1980-as években kezdődött, de nem fejeződött be. A függetlenség 1991-es elnyerése óta Ukrajna 3 új atomreaktort épített, egyet-egyet a zaporizsai, a Melnyickij és a Rivnei atomerőművekben. Az ukrán miniszteri kabinet 2023. december 7-én módosította azt az 1998. július 27-én elfogadott 1147-es számú határozatot, amely a határmenti övezetben való tartózkodást szabályozza. A határozat új változatának 7. pontja értelmében a határmenti zónába beutazó, ott tartózkodó, lakó vagy dolgozó ukrán polgárok csak a határ közvetlen védelmét ellátó ukrán állami határőrszolgálat területileg illetékes képviselete által kiadott engedély birtokában és személyazonosító okmány felmutatásával léphetnek be és tartózkodhatnak a határmenti zónában. Ez a rendelkezés jelentősen megnehezíti a Kárpátalján élők munkahelyükre való eljutását, hazajutását és mozgását, hiszen a határmenti települések többsége helyi jelentőségű utakkal van összekötve. Fontos megjegyezni, hogy Kárpátalja területe jelentősen eltér Ukrajna más megyéitől, hiszen 4 európai országgal is határos, amelyekkel megyénknek összesen 460 km hosszúságú közös határszakasza van. A határozat módosításának következtében Kárpátalja 5 járásának lakosai, akik a határsávban élnek, dolgoznak vagy végeznek valamiféle tevékenységet, kénytelenek különleges engedélyeket beszerezni. Emiatt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség azt kéri Denis Mihály miniszterelnöktől, hogy helyezzék hatályon kívül a határozat 7. pontját, nevezetesen a határzónában való tartózkodás engedélyhez kötését azon polgárok esetében, akik ott laknak, illetve dolgoznak. Felállították az Osztrovszkij szélerőmű első turbináját Alsó-Verecke területén Lemberg és Kárpátalja határán. A turbina 120 méter magas, rotorát mérője 152 méter. A gyártó képviselői elmondták, hogy ez egy közepes nagyságú szerkezet, Ukrajnában ugyanis vannak ennél jóval nagyobbak is. A térségbe egy szélerőművet terveznek telepíteni, amely összesen 10 turbinából áll majd. Ezek egyesével kerülnek kihelyezésre, miután átestek a műszaki vizsgálatokon. Az erőmű termelési kapacitása 80 megawatt lesz.
Idén 4 milliárd hrivnyát biztosít az állami költségvetés a fogyatékkal élők támogatására, többek között a protézis műtétekre, kerekesszékekre, ortopéd lábbelire és egyéb eszközökre, valamint a speciális igényűek szocializációját segítő programok megvalósítására. Ez 1 milliárddal több, mint tavaly. Minden fogyatékkal élő személy létrehozhatja a saját elektronikus fiókját a Szociálpolitikai Minisztérium honlapján, amely olyan funkciókat, lehetőségeket és programokat biztosít, amelyek az adott esetben hasznosak lehetnek. Jelenleg különös figyelmet fordítanak a hadseregben szolgálókra. Minden hazatérő honvédünknek, akinek szüksége van rehabilitációs eszközökre vagy bármi másra, amit az alap támogat, tudnia kell, hogy elegendő van mindenből. Például 2023-ban mintegy 80 millió hrivnya összegben szereztek be eszközöket. Több mint 3000 embernek nyújt szolgáltatást az alap, a források rendelkezésre állnak, mert ezek a költségvetés védett pontjai. Az előző évhez képest, amikor több mint 3 milliárd állt rendelkezésre, idén több mint 4 milliárd hrivnyát terveznek kiutalni az állami költségvetésből. A harcokban sérülést szenvedett katonákon kívül a speciális igényű személyeket is támogató, a fogyatékkal élő személyek szociális védelmi alapja tavaly több mint 10 000 személynek biztosított rehabilitációs eszközöket, lábbelit és egyéb segédeszközöket körülbelül 80 millió hrivnya értékben. Protézisekre, ortopédiai termékekre tavaly 56 milliót, ortopéd lábbelire több mint 6 milliót, közlekedési eszközökre 12 milliót, mellprotézisre 2 millió hrivnyát költöttünk. Az alapnál 40 olyan honvéd jelentkezett, akiknek protézis műtétre vagy más rehabilitációs eszközre volt szüksége. Az állam meghatározta ennek vagy annak a terméknek a keretköltségét, de a harci cselekmények résztvevői számára az összeg meghaladhatja az ár háromszorosát, 200-800 ezer hrivnyát egy protézisért. 26 fő már megkapta a szükséges termékeket, a beszerzésüket és alkalmazásukat teljes mértékben finanszírozták. Az alap közel 100 mechanikai eszközöket gyártó vállalattal működik együtt, mindenki a saját belátása és az orvosa ajánlásai szerint választja ki az adott protézist. A gyártók ukránok, az alkatrészeket főként importálják, mert Ukrajnában nem gyártanak protézis és ortopédiai eszközökhöz szükséges alkatrészeket. Vállalkozásaink már a helyszínen igazítják azokat az adott személyhez. Mindenkihez egyéni megközelítés kell, mindenkinek megvannak a maga sajátosságai. A legegyszerűbben és leghatékonyabban az elektronikus fiók segítségével lehet tájékozódni az állam által biztosított lehetőségekről. A fogyatékkal élő személyek a szolgáltatásokat nyújtó központokon, a szociális védelmi osztályon vagy az alap kirendeltségében nyújthatják be dokumentumaikat. Mindent, amire egy testi fogyatékkal élő személynek szüksége van, az állam térítésmentesen biztosítja. Újabb segélyszállítmányt indított útnak Harkív városába a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat és a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása. Ukrajna háború sújtotta övezeteibe ezúttal is 33 raklapnyi élelmiszert, higiéniai termékeket, valamint meleg öltözeteket küldtek az ottani partnerszervezetük, az Együtt Harkivért jótékonysági alapítvány kéréseit figyelembe véve. 2023-ban a segélyszervezet több mint 300 szállítmányt juttatott célba Ukrajna különböző pontjaira. Az elmúlt héten egy kisebb szállítmányt már eljuttattak Odesszába. Most pedig az első teljes kamionjuk is elindult, a háború sújtott a Harkivba, ahol azokban a kerületekben osztják majd szét a támogatásokat, ahol az elmúlt napokban a legtöbb légitámadás volt. Ebben az évben ez az első nagyobb szállítmányunk, melyet igyekszünk a háborús helyzetben lévőknek eljuttatni. Pár napja kerestek meg Harkovból, hogy nagyon-nagyon nagy gondban vannak az ott élő civil lakosság, hisz szétbombázták szinte az egész várost. Mindannyian láttuk a képsorokat is. Ezek valós helyzetek, és
nagy szükségük van élelmiszerre, meleg ruhára, takaróra, minden olyasmire, amiből hiányuk van, és ezért döntöttük úgy, hogy egy szállítmányt lehetőségünkhöz képest összeállítunk, és eljuttatunk minél hamarabb számukra. Az adomány értéke több mint 10 millió forint volt, ami nem valósulhatott volna meg a külföldi támogatások, és természetesen az önkéntesek nélkül. Több dolgot tartalmaz, először is tartós élelmiszert, ezen belül van egy ilyen liofilizált élelmiszer is, amit egy pályázat útján sikerült megvalósítanunk, takarókat, melegruhát, cipőket, illetve az újjáépítésekhez is vannak elektromos szerkezetek, elektromos szerelési anyagok. Ezeket a Magyar Mátrai Szervezet Szolgálattól, a Johannita Szolgálattól, a Bőzeláger Alapítványtól kaptuk, és ezeket próbáljuk eljuttatni. A Máltai Szeretett Szolgálat és a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása képviselői továbbra is egyetértenek abban, hogy az elhúzódó háború miatt egyre többen kerülnek kilátástalan helyzetbe Ukrajnában, ezért minden adományra nagy szükség van országszerte. Szabó Sándor, a Kárpát-Igasszó heti lap újságírójának kárpátaljai családok sorsát bemutató írása nyerte el idén a Külhoni Média Családért díjat, valamint a Közönség díjat is. A rangos elismerés ünnepélyes átadását Budapesten tartották. Már az is hatalmas megtiszteltetés volt, hogy bekerültem a nyertesek közé. Aztán, hogy a zsűri számára ez lett a fődíjas cikk, az meglepett, őszintén mondva, hiszen rengeteg jó írás volt ebben az évben, és a korábbi években is. Az meg végképp meglepett, egyébként a közönségdíjat is sikerült elnyernem. Az apa nagyon hiányzol, mikor jössz végre haza című írás, riport, arra azt mutatja be, hogy a háború Kárpátalján számos boldog családot szakított szét. Két édesanyja, Anikó és Tíme a történetén tekinthetünk bele abba, hogy milyen nehézséget okoz a háború a Kárpátalján, hogyan próbálják túlélni a családok, milyen édesapa nélkül, hogyan próbálják összetartani a családot azok a nők, akik otthon maradtak. Olyan cikkeket próbálom megjelentetni, amelyek bizakodás, reményt adhatnak a maradásra, az, hogy a kilátástalan a helyzetből valamilyen kiutat mutatnak az emberek számára. Amit még nagyon szeretnék elmondani egyébként, hogy ez a díj nem csak számomra hatalmas elismerés, hanem szerintem ez a díj minden kárpát újságíró számára is elismerés, a kárpát újságíró számára is elismerés, mert valóban nagyon nehéz körülmények között dolgoznak ma Kárpátalján az újságírók, és én az a díjat a teljes kárpátai újságírók, az összes kárpátai újságírónak ajánlom fel. A Média Családért Alapítvány idén 17. alkalommal díjazta a legjobb családdal kapcsolatos cikkeket, rádió és televízió műsorokat. A korábbi évekhez hasonlóan a zsűri 2023-ban is havonta egy-egy pályaművet jelölt a Média Családért, valamint a Külhoni Média Családért díjra. Közülük került ki a végső nyertes. Különösen a külhoniak esetében fontos az, hogy azt a megtartó erőt, amit a család tud adni, valahogy megünnepeljék és megmutassák a médiában. És azt látjuk, hogy azokon a helyeken, ahol külhoni magyarjaink élnek, ott tényleg megtalálják azokat a kihívásokat és problémákat, a nők, a férfiak, a férjek, a feleségek háborúban, vagy éppen valamilyen módon kisebbségben élve, hogy mivel találkoznak. És azt hiszem, hogy ez még fontosabb a díj szempontjából, mint akár a kis magyarországi megközelítés, mert hogy azoknak ad erőt, akiknek a megmaradás sokkal nagyobb feladat. A Magyarországi Média Családért díjat ez alkalommal Süveges Gergő, a Kossuth Rádió Vendégháznál című műsorának szerkesztő riportere kapta. A Külhoni Média Családért díj a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával valósult meg.
Kicsit furcsának hangzik, ha egy olyan zenei estre gondolunk, ahol a francia vidéki sanzon, az amerikai country, a New Orleans-i blues, az erdélyi magyar ritmusok és a kecskeméti mulatós is megfér egy színpadon. Főként, ha mindezeket a zenéket egy csapat nagyon sok hangszer használatával adja elő. A zenei kavalkád, vagy ha úgy tetszik mezzóság, mégis működik. Ennek volt ékes bizonyítéka Csík János és a Mezzó formáció kárpátaljai turnéja, amelyet a Kárpátaljai Kultúrkaraván szervezett a Munkácsi Mihály Magyarházban, másnap pedig a Makkos Jánosi Helikon Hotelben. A kétnapos turné egyben a Kultúrkaraván évadzáró eseménye volt, hiszen náluk a Magyar Kultúra Napja az évadfordulós esemény. Kudlotyák Krisztina a koncert alkalmával kiemelte, hogy örömmel tölti el őt és a szervezőket is, hogy mennyire közkedveltekké váltak a programjaik, amit az is bizonyít, hogy mint Munkácson, mint pedig a Beregvidéken rendre teltházasak azok az esték, amelyekkel a helyi közösségeknek kedveskednek. A Kárpátaljai Kultúrkaraván két helyszínen szervezte meg a Csík János és a Mezzó formáció fellépését és előadását, és az ötlet az már nyár óta érik, hiszen tudjuk, hogy a Csík együttes az egyik legnagyobb együttes, de sajnos nem férnek el a mai körülmények között a színpadon, és nem tudunk hatalmas nagy koncerteket szervezni, ezért megkerestük Csík Jánost azzal, hogy milyen formációba tudna eljönni a kárpátaljai közönségehez, és ő a Mezzót ajánlotta formációként, és lassan egyeztetve kerültünk ehhez a naphoz, hogy a Magyar Kultúra Napján ez megvalósuljon. Előtte már volt egy próbálkozásunk, de a gyásznapok miatt ez nem jött össze, és most végre két helyszínen, Munkácson és Jánosiban a Mezzó meghódította a közönséget. Mert annyit érek én, amennyit ér a szó versenben, és mert ez addig izgat engem. A Mezzó formációt 5 évvel ezelőtt hívta életre a Csík zenekart is alapító Csík János, azzal a céllal, hogy egy olyan zenei világot alkosson, amelyben minden kultúra zenei vidámsága helyet kaphat, és ez sikerült is neki. Sokszor sok neves előadó ilyen-olyan produkciókat készít, csinál, mert sokféle érdeklődése van. Ez rám is érvényes, mert én épp úgy készítek irodalmi műsorokat Őze Áron, Dresmály, közreműködésével Őze Áron színművész, Dresmály egy jó jazzzenész, és ugyanúgy szerettem azokat a zenéket, amiket itt is hallottak, mert itt az Epelecsetségbeli észak-amerikai bluegrass muzsika épp úgy megszólalt, mint az erdélyi szászsávási muzsika, és ennek az a legfontosabb része, hogy mi a szűkebb kis hazámból, Kiskunságból, Kecskemétről valók vagyunk, és azt játszhatjuk, ami nekünk kedves, ami elsősorban az én zenei ötleteim, gondolataim, de az igaz, hogy az ő segítségük nélkül, mármint a zenekar tagjaink nélkül, ez nem biztos sikerülne. És ez azért is nagy szó nekem, mert a saját gondolatainkról kiderül, hogy jók-e vagy rosszak, és hál' Istennek legtöbbször tetszik a közönség, mint akár ma este is. Talán pont ezért is lett mezzó. Ez egy zenei műszó, általában akár a kórusoknak is a középszólamot, a kísérő szólamot, hogy úgy mondjam, jelentés kíséri azt a jó muzsikát és azokat a zenei gondolatokat, amiket mi szeretünk, akár a népzenei, akár a jazzízű stílusok alapján. És én egy hálás, jó baráti társaságnak tartom ezt a csapatot, és mindig azt éreztem, hogy a közönség is ezt érzik a nézők sorai között. Csík János ismerősként érkezett Kárpátaljára, hiszen főként a felső-tiszavidéki muzsikusokkal nagyon jó kapcsolatot ápol mind a mai napig. Hál' Istennek néhányszor már jártam itt, és nagyon kedves emberekkel találkoztam, barátom is
még Pál István szalonnál talán sokan ismerik itt, sőt biztosan, neki még a lakodalmában is itt voltam, és nagyon sok kedves jó zenék, tétsői zenekarra jó kapcsolat van. És most is egyébként, ahogy mondtam is a műsor elején, egy ilyen szorongással bélelt kicsi öröm. De az az igazság, hogy ez öröm, és nagyobb hangsúly inkább az, hogy itt vagyunk, és óriási kellemes meglepetés volt az emberek egyfajta odafigyelése, kedvessége és a fogadtatás. És én azt hiszem, hogy ha erőt tudunk adni sok esetben ezzel a jó hangulatú, vagy életerős, életkedvelteli muzsikával, hát akkor ez a mai este is hasznos volt. És azért a Magyar Kultúra Napja szempontjából ez fontos volt, hogy a vers is megszólaljon, a népzene is megszólaljon, és azok a jókedvű muzsikák a komoly, velősebb gondolatok mellett is, mert mindannyian büszkék lehetünk arra, ami a miénk, és ez a mi magyar kultúránk. És főleg itt most a nyelvünkre, a költészetünkre, a zenénkre, és sok-sok más egyéb dolog is büszkék lehetünk, a tudományunkra, stb. De mi a művészetek képviselője elsősorban erre hívtuk fel a figyelmet, és ez nekem egy régi tapasztalat, hogy bármerre jártam a világon, mindig büszke lehettem a magyar kultúrára. És ez bárhol a magyar nyelvterületen megteheti, mindenki érezheti és tudhatja, hogy ő hova tartozik, hogy magyar és van hazája. Minden kultúrkaravános program egyben egy következő rendezvény előkészítése is, és bár a közönségnek akkor még nem, viszont stábunknak már elárulták, ki lesz a következő vendégük Kárpátalján. Mondjuk elárulom most a nézőknek, mert nem nagyon szeretem volna még róla beszélni, hiszen ma friss, de úgy néz ki, hogy Curtis érkezik hozzánk. Ez egy teljesen másik műfaj lesz, fiataloknak és nem fiataloknak szóló, de beszélgetéssel, kicsi zenéléssel, iskolalátogatással Curtist hozzuk el Kárpátaljára februárban. Én azt hiszem, hogy nagyon szép ívet írt a Kárpátaljai Kultúrkaraván program ez alatt az év alatt, kulturális évad alatt, Magyar Kultúra Napjától a Magyar Kultúra Napjáig. Tavaly tényleg Kovács Sándorék lemezbemutatójával, tehát a borzsavári lemezbemutatójával kezdtük, és egy 60 főt tudtunk összeszedni, ami nem volt kevés egyébként háborús időszakban, mert akkor mi is azt néztük, hogy 60 fő összegyűlt. Most azt látjuk, hogy a két nap alatt közel 500 főt tudtunk összetoborozni, és nem is kellett őket nagyon toborozni, hiszen mindenki önként és nagyon lelkesen jelentkezett a regisztrációnál, és azt hiszem, hogy nem kell annál nagyobb élmény sem az előadóknak, sem a szervezőknek, hogy a közönség felállva tapsol, vastapsol többször is egymás után. Minden szervező és minden program erre vágyik, hogy ilyen fajta lelkesedést és visszajelzést kapjon. Szerelme forró és merész, de édesebb az őszi napsütés, a csókja már nem éget, mint a láng, csak simogat, mint egy korú anyám, szívünkre könnyű enyhe fénye. Bár Curtisre még várni kell egy pár hetet, viszont a kultúrkaraván hűséges követői addig sem maradnak program nélkül, hiszen január 27-én közösen látogatnak majd Budapestre, ahol ezúttal városnézés és színház látogatás lesz majd a legaktívabb karavánosok jutalma.